Szerinted milyen volt a 11. századi öltözködés divatja? Szent István megkoronázása után a pogány ruhák helyét új viselet vette át, ami a keleti és a nyugati stílusjegyekből egyaránt táplálkozott. Kovács Ivety elmesztervező most bemutatja, hogyan is ruházkodtak az Árpád-kori emberek. Szent István király megkoronázásával egy divat és stílusváltozás következett be ennek a régiónak az öltözeteiben. Előtte az ős magyarok viseletei, kaftányai, a sajátos jellegzetességükkel, például a jobbról záródással, ami ma már a női viselet sajátja, jellegzetes volt a magyar öltözékekben, és fellelhetőek olyan szőttesek, olyan veretes díszítések, tarsolylemezek, ahonnan következtethetünk arra, hogy micsoda pompás és színes viselete lehetett az ős magyaroknak, elődjeinknek. Kaftányaikat állatszőrökkel, bőrökkel díszítették, gazdagon ékszerezték, akár ékkövekkel, akár nemes fémekkel. Jellemző volt az arany, bronz, réz használata. Ugye nem jellemzőek még azok a bonyolult szabásvonalak, vagy azok a kifinomult díszítések, ami a mai világunk divatjában megjelenik az iparosodásnak köszönhetően. Kizárólag természetes anyagokkal, természetes színezékekkel dolgoznak, és különösen adnak a viseleteikre. Nagyon jellemzőek azok a pogány hiedelemvilágot idéző ruhadarabok, mint például a rontástól óvó medálok, vagy az egyéb olyan pogány talizmánok, amik a ruháikon mind megjelentek. Ez talán leginkább hasonlítható a mongol, illetve észak-ázsiai, kelet-ázsiai viseletekhez. A pogány viseletek után Szent István hozta azt a keresztény, nyugati kultúrát, ami belevegyült, szinte belekeveredett abba a magyar viseletbe, ami a keleti szimbólumokkal dolgozott, és ezáltal létrejött egy olyan sajátos viselet kultúra, ami ötvözte a nyugati keresztény világ divatját, illetve a pogány hiedelmekből és stílusirányzatokból fennmaradt ruhavonalakat. Úgy kell elképzelni, hogy még mindig egyszerűek a szabások, annak ellenére, hogy előjön egy változás, de mind a kaftánok formája, nyitása, szabása változik, keveredik azzal a nyugati leples, inkább textilek omlását előtérbe helyező, szolidabb díszítésekkel bíró ruhákkal, ami a magyar viseletekben sajátosan fog keveredni. Ezt a 200 évet, ami mondjuk Szent Istvánt és II. Andrást elválasztja egymástól, nem jellemzi olyan stiláris és különbség, mint napjainkban, hogy fél évente változik a divat, hanem egy rendkívül lassú változáson megy át a divat. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden kézzel gyártódik, kézzel festődik, kézi munkákról beszélünk. Nincsenek mosógépek, tehát nincs az, hogy az ember akár, ha szeretné, óránként átöltözhet. Kézi szőttesek vannak. A nemeseknek aranyszálakat szőnek a ruhájába. Ezeket fellelhetjük olyan kárpitokon szőttesek, amiknek töredékei esetleg fennmaradhatnak ezekből a kultúrákból. Fellelhetőek olyan veretes, kézzel készített díszítések, vagy akár kerámia ékszerek, csontfaragványok, akár később már az 1200-as években lassan megjelenik a tűzzománc használata, a drágakövek, akár teklagyöngyök bevonása az ékszerkészítésbe. A ruhák kézzel varrottak, a varrás is először rendkívül kezdetleges. Ugye ahhoz is el kell jutni, hogy az emberiség egyáltalán a tűt elkezdje használni, ne csak juggassák és összekötözzék a textilt. Nem létezik akkoriban még zseb, az is csak az 1200-as, 1300-as évek táján jelenik meg. Inkább egyszerű anyagok, viszonylag geometrikus formák egymáshoz illesztéséről beszélünk, amit praktikumhoz igazítanak végül is, függ attól, hogy ki milyen rangú személy. Az uralkodók hosszabb öltözeteket, díszesebb, palástosabb, leplesebb öltözeteket engedhetnek meg maguknak, hiszen komoly fizikai tevékenységet nem kell végezniük a ruháikban. Míg az egyszerűbb népek, földművelők, azok rövidebb öltözeteket kell hordjanak, hiszen a mindennapi életben akadályozná őket a ruha hossza, vagy formája, vagy a redőknek a bősége. Ugyanez a színekre is vonatkozik.
vonatkozik, hogy a gazdagabbak, tehetősebbek megengedhetik maguknak, hogy a kézzel festett, növényi eredetű festékekkel átszínezett öltözeteket hordják, míg az egyszerűbb emberek inkább a lemből vagy állati gyapjúból szőtt, készített fonalakkal, sodrott fonalakkal szőtt öltözeteket viseljék. Ezek elég darócosak, pokrócosak kezdetben, és később finomodnak ki az anyagok. Nyilván idővel majd megjelenik az export is, tehát a kínai selyem beérkezik, de addig még azért idő telik el, házilag előállított anyagokkal dolgoznak. Ezeket veretes övekkel elkötik, az övekhez kötik a tarsolylemezt, ami tulajdonképpen a tárolásra alkalmas, mivel, mint mondtam, zseb az nincsen, nyakukba kötik a talizmányukat, csupa olyan a használathoz kötődő viseleti kellékek vannak, ami őket logikusan a mindennapi életben segíti. Fellelhetőek a képes krónikában, turóci krónikában az uralkodók viseletei, és ezáltal, amikor az ember a viseletüket próbálja megtervezni, akkor nagyon gazdag forrásanyag áll rendelkezésre. De ezt nem úgy kell elképzelni, mintha az ember egy hollywoodi filmet megnézne, és kifényképezi, és kimásolja. Ez egy nagyon komoly kutatómunka, domborműveket kell elemezni. Ezek a domborművek nyilván nem olyan precizitással készültek el, kicsit fantáziát, logikát, ismereteket kell hozzáadni ahhoz, hogy az ember megfejtse, hogy ezek a viseletek vajon mit jelenthetnek. Ugyanígy az ékszerek, amik fent maradtak, tarsolylemezek domborművei díszítései, akár a Szent Koronán szereplő ikonfigurák, hogy ők miért így öltözködtek, hogy néztek ki, ezt nyilván tovább kell gondolni. Volt erre példa a történelemben, a 19. század historizáló ábrázolásaira gondolok, ahol olyan festményekkel próbálták a honfoglalást, illetve az árpádházi királyokat megjeleníteni, ahogy ők a 19. században szerették volna láttatni a múltat. De nem kell messzebbre menni, az által már említett képes krónika, turóci krónika is tulajdonképpen az 1400-as, 1500-as évektől készült, ezáltal ők sem láthatták, hogy öltözködött Szent István király, ők is csak elképzelték, vagy hagyatkoztak azokra a forrásokra, ami a rendelkezésükre állt. Tehát ezeket tudni kell értelmezni, tudni kell elhelyezni a történelemben, és ebből levonni következtetéseket, és így kitalálni például a koronázási szertartásnak a jelmezeit. Ma már rendkívül bonyolultan és nehezen előállíthatóak, ami felgyorsult világunkban, azok a kézi szőttesek, azok a kézzel készített hímzett kárpitok, a kézzel díszített egyenként felvart drága kövekkel ékesített királyi öltözékek, ezért meg kell találnunk ma már azt a formavilágot, azt az anyaghasználatot, amivel megidézzük azt a kort, amiről az elképzeléseink kialakultak. Székesfehérvár sokkal többet rejt magában annál, mint amennyit napjainkban mutat. Nézd meg a többi kisfilmünket is, hogy további érdekességeket, különlegességeket tudj meg a városunkról.